Ja, die Geschichte vom Billett ist ja eng verbunden mit der Geschichte des ganzen Banates. Wie man ja weiß, nachdem die Habsburger das Banat von den Türken erobert oder befreit haben, haben sie begonnen zu siedeln. Denn ein erobertes Gebiet ohne Bevölkerung, denn es war ja sehr dünn besiedelt, bringt ja nichts, bringt ja keine Steuer. Und da hat man dann Siedler aus Deutschland angeworben, dass sie hierher kommen. Man hat ihnen versprochen, sie werden freie Bauern und sie bekommen Land. Und dann hat man ihre Gutsherren ließen sie auch nicht gerne ziehen, denn sie mussten sie hier auch freikaufen, was die Kommunisten dann 200 Jahre später auch gemacht haben. Dann hat man 1765 Billet als Musterdorf von Maria Theresa angesiedelt. Zuerst waren 252 Familien hier im Billet angesiedelt. Erstsiedler sind ja auch sehr viele verstorben. 1770 waren dann schon 200 von den 252 Häusern ausgestorben und man hat immer wieder neue Siedler angeworben und sie in die Häuser. A struktúrája a településnek az volt, hogy a központi részen nyilván a telepes német családok, illetve azoknak a leszármazottai, ahogy nőtt a család, úgy nőtt a falu is, illetve a perem utcák, perem területekben, perem részekben az új telepesek. Bőven románok is betelepedtek a faluba. Die Blütezeit hier im Banat war die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Da hat die Landwirtschaft sehr gut funktioniert. Das Land war urbar gemacht und dadurch der gute, humusreiche Boden hier in der Gegend hat auch dazu beigetragen, dass die Landwirtschaft sich sehr rasch entwickelt hat. A mi utcánkban, ott az a néhány tucatnyi család között, alig volt három tiszta magyar család voltunk, és volt tucatnyinál több tiszta német család, és ugyanannyi vegyes házasságban élő, már akkor vegyes házasságban élő, akár magyar-német, de volt román-német család is. És nagyon érdekes az, hogy mindkét vegyes házasságban a német tényező volt az uralkodó. Tehát azokban a gazdaságokban, én gyermekfejjel is láttam, hogy ott, ahol német elem volt, tehát a sváb elem ott volt, ott tisztaság volt, ott rend volt, gondozták a kertet, gazdaságosan végezték a munkákat, semmilyen felületesség nem volt. 1940 gab es in Biele 56 Traktoren, was eine vergleichbare Ortschaft in Westeuropa kaum aufweisen konnte. Züge wurden nach 1885 wurde die Bahnlinie hier gelegt und ab dann waren die Exportmöglichkeiten sehr gut und die haben dann hier Waggons mit Tiere und mit Getreide verladen und haben nach Westeuropa Wien bis Wien und noch weiter in den Westen exportiert. Die Wirtschaftsgebäude wurden auch immer größer, weil die Landwirtschaft gut funktionierte, haben auch die Handwerker sehr gut gelebt. 1940 gab es 62 Handwerkerfamilien hier im Ort, die auch gut neben den Bauern hier gelebt haben und die nötigen Werkzeuge produziert haben. A német közösséget nagyfokú szervezettség jellemezte. Nagyfokú szervezettség azt jelenti, hogy nem csak a politikai érdekképviselet működött, hanem tehát közösségi szervezeteik voltak, kezdve a fúvó zenekartól, amely a temetéseken játszott, és egészen mit tudom én, a borkedvelők köréig, mert ilyen is volt, ez mind minden benne volt. Női egylet, tanítóknak vagy pedagógusoknak lehet, hogy nem volt hivatalos szervezete, de összejártak. Istoria Timișoarei se datorează acestor etnii diferite și eu aș merge chiar un pas mai departe. Eu cred că tot spiritul inovator din Timișoara, ce a dovedit Timișoara de-a lungul istoriei, se datorează de fapt acestei prezențe
și acestui respect între minorități, pentru că doar atunci când ne confruntăm cu oameni care au citit alte lucruri decât noi, care știu alte povești, o altă cultură, care au alte perspective, doar atunci se nasc idei noi. Wie überall bekannt, war ja der Erste Weltkrieg schon der Anfang vom Ende, aber der Zweite Weltkrieg hat dann das Ganze noch beschleunigt und dadurch, durch die Deportation und die Enteignung, sind dann schon die Ersten ausgewandert. Gut, die erste Auswanderung begann schon nach Amerika um 1880, aber weil die Bevölkerung sich hier ja vermehrt hatte und es zu wenig Land gab für die Kinder. Denn der Älteste hat den Hof geerbt und die anderen waren dann Tagelöhner, Handwerker oder sind sie ausgezogen, um ein besseres Leben zu, wie auch heute auch. Hát ugye 78-9-től errefelé egyszer csak hallottuk, hogy hát a Kovács Gézának a nagyobbik fia megszökött. És azt onnan tudtuk, hogy egyszer megjelent a rendőrautó a Kovács Gézáik háza előtt, akinek a felesége Trézsi néni volt a német, és akkor bement a rendőr hozzájuk, hogy aztán mit beszéltek, s hogyan beszéltek, s mi történt ott, mit fenyegettek, stb. Arról nekünk nem volt tudásunk. Viszont eltelik 3-4 hét, hát a Aliszi is eltűnt, a lánya is kereket oldott. És akkor folyamatosan a Krier bácsinak a Heinzi fia, akitől én nagyon sokat tanultam németül, és együtt játszottunk, korban ő állt a legközelebb hozzám, tehát ő már akkor 18-19 éves volt, már egyetemre készült. Egyszer csak halljuk, hogy a Heinzi egyedüli gyerek a családba, a Heinzi eltűnt, elment. És így rendszeresen, rendre pár év alatt az összes ismerősöm, az összes német gyerek, akivel egy utcában nőttünk fel, azok akik is tőlem idősebbek nyilván, azok elmentek. Ennek az lett a következménye, hogy belátható időn belül, néhány évről beszélek, de még 89 előtt mindenképpen, a szülőket is szépen hosszadalmas, azt viszont már tudom, hogy hosszadalmas adminisztratív munkát követően kivitték őket is. A mi határsávunkból az egyértelmű, hogy a Szerbiába kötöttek ki, és elmondásuk szerint ott létezett ilyen menekültábor, és ott a menekültáborban tartották őket néhány hónapig, vagy akinek kapcsolatai voltak, talán hamarabb szabadult onnan, de és onnan intéződtek aztán az irataik. Tehát biztos, hogy volt egy protokollum, amely szerint, de arról tudok például, hogy volt olyan, hogy a németországi rokon lekocsikázott Szerbiába, és akkor összeszedte a családját, mit tudom én, valamilyen garanciót vállalt ért, stb. Valamilyen papírmunkát el kellett végezni, és akkor fogta és elvitte őket, és akkor jött a hír, hogy na hála jó Istennek, hogy most már nem tudom, a Hanci, nem tudom hol van, és hát most már biztonságban van. Igen, voltak ilyenek. Volt olyan időszak, amikor mit tudom, 2 hónapig nem adták vissza a szökevényeket, és akkor egy rövid ideig visszaadták, és akkor aztán lásd meg, hogy amikor akit visszaadtak, hogy az hogyan került börtönbe. Olyan akkora jelenség volt ez, hogy mondjuk 88-ban, én 89-ben mentem katonát, tehát 88-87-ben már nem is zárták el a határsértőket. Tehát addig a kánon az volt, hogy börtönbe, másfél évig börtönbe zárják, vagy kiviszik a Duna csatornára, melóra, munkára, de a papírjaikban a Prius ott volt, hogy ő határsértő, és hogy emiatt ennyi és ennyi büntetés kapott. Tehát 87-ben, 88-ra ugyan annyira sokan voltak, hogy már nem is tudtak eljárni az ügyükbe, nem zárták el őket, hanem egyszerűen kopaszan nyírták őket, megfenyítették, és kaptak egy ilyen döntést, vagy bírósági döntést, mely szerint 1,1 év felfüggesztett büntetésre ítélték el őket, holott se ítélet, se ügyészségi eljárás, semmi nem járt ezzel. Annyi az egész, hogy munkahelyen meg kellett mutatni. Jó, aztán 89 és az egésznek vége szakad, de fantasztikusan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon felpörgött ez a szökési hullám. És nem tudjuk, hol állt volna meg, ha nem jön 89. Nach der Wende
1990 sind 600 Billeter ausgewandert und sind noch an die 250 hier geblieben. Es waren meistens alte Leute und die, wo auch von Russland zurückgekommen sind. Viele hatten keine Familie mehr gegründet und sie waren alleinstehend hier und die sind dann nicht mehr ausgewandert. Und dadurch, dass ich dann das Forum gegründet habe hier in Billet, sind dann viele doch noch im Vergleich zu anderen Ortschaften hier geblieben. Und zurzeit gibt es noch an die 60 Deutsche im Ort, aber meist sind alte Leute. Deswegen haben wir auch eine Sozialstation hier mit Essen auf Rädern, wo wir die versorgen. Ich bin 1980 ausgewandert mit meiner Mutter und mit meinem Bruder. Mein Vater ist damals über die Grenze gelaufen. 2013 kam ich zurück, aus familiären Gründen auch, und ich wollte einen neuen Abstrich finden. Also mein Vater rief mich dann zu sich und sagte, der Bursche muss zu uns rüber. Familiäre Dinge, er hatte eine Firma in Großer Nikolaus bei Arad plus Glogovac. Ja, darauf kam ich jetzt dann. Eines Tages habe ich noch eine Arbeit, das, mich hat das nicht erfüllt hier. Und es fehlte mir die ganze Arbeit mit den Kindern, was ich in Deutschland auch gemacht habe, mit den Banater Schwaben. Ich war Nationaltrainer dort. Es fehlte mir komplett. Arról nem tudok, hogy valaha is létezett volna valamilyen szervezett segítségnyújtási akció a kivándorolt németek és az ott maradt németek között. Könnyen lehet, hogy volt valami. Tudok arról, hogy a 90-es évek elején fórum, német fórum működött a faluba, bár én nem tudom, hogy ki intézte, hogyan és miként. Kam ich ins Forum und suchte einen Job, und ob ich eine Gruppe kannte, und dann kam ich auf die Warjascher Spatzen. Die haben gesagt, die brauchen dort jemanden, der endlich mal, ja, die wussten, dass ich ja Lehrer bin, Tanzlehrer bin, studierte Tanzlehrer. Und dann kam ich auch dorthin und baute dann eine gute Gruppe auf. Also kann man sagen, dass diese Gruppe die erste von mir war, die sehr hoch getanzt hat, was das Banater Schwäbische betrifft. Dieser kleinen Gemeinschaft, ja, es gibt, jährlich wird das Kirchweihfest gefeiert. Wir haben auch noch eine Jugendtanzgruppe. Hansi Müller ist da der Tanzlehrer oder Choreograf dieser Gruppe. Und die versuchen dann noch die schwäbischen Gewohnheiten, Trachten und Feste zu feiern. Jetzt fragen Sie sich, ja, es sind ja keine Deutsche mehr. Ja, Moment einmal. Es sind ganz wenige Deutsche, da gebe ich zu. Aber die tanzen unsere Kultur. Sowohl bei den Siebenbürger, sowohl bei den Banater Schwaben. Die tanzen unsere Tänze. Ja? Ich denke ja, dass es ist sehr wenig, aber sie machen es mit Herzen. Nicht, weil sie müssen. Das machen die, kommen freiwillig. Mittlerweile schon über 400 Kinder und Jugendliche. Ja? Es ist erstaunlich, wie sie das annehmen. Und es werden immer mehr. Részben a német közösség felszámolódott, részben a kivándorlás, részben a vegyes házasság, az asszimiláció következtében. Nem tudom, hány ismerősöm van, aki tőlem 8-10 évvel idősebbek, nálamnál 8-10 évvel idősebbek, akiknek például egyik fél német, a másik román, a gyermekek már csak románul, echte románoknak vallják magukat, legminimálisabb német semmit nem vállalnak fel a németségből. Was betrifft das die Deutschsprachigkeit in der Gruppen, ist, dass ich 90% rumänische, aber Minderheiten der Serben, Ungarn, Bulgaren, alles ist dabei in meinen Gruppen. Aber es sprechen auch viele Deutsch, die aus der Schule kamen, aus der Lenau-Schule oder aus der Kinderwelt oder
je nachdem, wo sie unterrichtet habe. Und wir lernen Deutsch. Das heißt, ich unterrichte auch auf Deutsch. In Großer Nikolaus habe ich ja vorwiegend nur deutsche Kinder, also deutschsprachige Kinder. Und jetzt ist es so, dass wir Deutschkurse geben. Also wir machen Lieder, tanzen, alles auf Deutsch. Das ist jetzt die große Verwunderung von mir, das ist Annehmen. Rumänische Kinder lernen Deutsch. Nicht, weil sie es müssen, sie wollen. Nagyon-nagyon fontos. Nem talál én az egész gyermekkorom alatt, amikor a faluban máshogy is, nem csak a mi utcánkban, elmentem, és német családhoz kellett valamit intézzek, vagy valamiért elmenni hozzájuk, paprikáért Mark bácsihoz. A kocsmába eszembe fog jutni a neve, de mindenütt magyarul beszéltek velem, és én is magyarul válaszoltam. Sajnos nem tudtam még akkor olyan jól németül, de én nem találkoztam olyan gyertyámosi némettel, aki ne tudott volna legalább 10 mondatot magyarul beszélni valakivel. Ez a Jugend ist sehr wichtig heutzutage. Wenn man Jugend nicht hat, dann kann man das Weiterleben der Banater Kultur nicht mehr gestalten. Kinderarbeit ist sehr, sehr wichtig, Jugendarbeit ist auch noch sehr wichtig. Und danach entwickelt sich so, dass man manche schon Lehrer sind. Ja, dann unterrichte ich die, es gibt ein Diplom, ein ganzes Jahr wird dann unterrichtet Allgemeintänze. Das heißt, dass sie dann Lehrer sind. Ich habe eine eigene Tanzschule mittlerweile auch gegründet. Und dort habe ich bis jetzt 15 Tanzlehrer ausgebildet. Und mit diesen Tanzlehrern gehe ich in Banat und versuche nicht nur schwäbische Kultur, sondern allgemein Kultur beizubringen. Ob jetzt serbische Tänze sind, Hip-Hop, moderne Tänze, sehr wichtig auch. Die Kinder wollen nicht nur Walzer und Polka tanzen, sondern modern auch werden. Freundschaften in Rumänien, also mit rumänischen Gruppen und Minderheitengruppen, was in Banat sehr hoch ist, ist das Wichtigste auf der Welt. Cred că e important nu doar să prezervăm și să cumva să ne conectăm, dar și să gândim împreună ce poveste are Timișoara de spus pentru viitorul orașului, pentru viitorul comunității. Deci nu doar vrem să ne uităm în trecut și cât de frumos a fost odată, ci trebuie și să găsim o linie comună despre ce fel de oraș vrem să construim pentru viitor. Timișoara, ca să devină din nou un oraș cu reputație europeană, nu doar în România, ci în toată Europa, are nevoie de aceste perspective multiple și de această diversitate culturală. E foarte important pentru mine tocmai acest spirit european și acum nu doar pentru că sunt și eu, nu sunt vorbitor de limba română ca și limba maternă, dar cred că asta este un lucru ce mă, într-un fel, mă leagă de câțiva timișoreni care și ei sunt minoritari. Ich kann nur versichern, solange es uns möglich sein wird, hier werden wir es weiter pflegen und erhalten. Was nachher geschieht, ist schwer zu sagen, aber die Friedhöfe sind voller Unersetzlichen und dadurch wird es schon irgendwie weitergehen.